Szombaton nyílt meg a Győr megyei őszi tárlat a Magyar Ispitában. Az eseményen Diligens Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte a képzőművészeket és az érdeklődőket. A Győr művészet életében igen jelentős változások történtek, és ugye ezekben a képzőművészek is a szerves részei. Így jutottunk oda, hogy az egykori nagyiparvárosban ma már mondhatjuk azt, hogy az egyik hazai művészeti paradicsom lesz, lett. A képzőművészek részvétele nyilvánvalóan értékelt a többi művészeti ágat is. Én kívánom, hogy legyen alkotói kedv a továbbiakban is, legyen mindig olyan téma, ami izgatja a művészeket, olyan téma legyen, ami a társadalomra is egy kicsit azért valami módon pozitívan hat. A második alkalommal megrendezett tárlaton 31 művész, 44 alkotása látható. A képző és iparművészet számos ágát felölelik az itt bemutatott alkotások. Ez egy összefoglaló kiállítás, a győri és Győr térségében élő dolgozó képzőművészek egy évének munkáiról adnak számot tulajdonképpen, tehát friss művek, és a képző és iparművészet számos ágazatát felölelik ezek az alkotások. Összességében én annyit tudnék mondani, hogy tulajdonképpen egy nagyon fegyelmezett műveket felsorakoztató, a élesebb ütközéseket kerülő, elsősorban az alkotói meditációt, a szépségkeresést, a harmónia vágyat kifejező alkotásokat sorakoztat fel a kiállítás, amelynek a fő hangsúlyait a táblaképfestészet határozza meg. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum hirdetett pályázatot a Győrben és a győri, téti és pannonhalmi járásban élő, vagy innen elszármazott képző és iparművészek számára, amelyre 56 alkotó 98 munkával nevezett. Győr város díját idén Csermák Zsuzska grafikus művész érdemelte ki, aki két a Balatont ábrázoló nyáron készült akvarell festményével pályázott. Hétköznapi események, tehát a kis mikro környezetemből vett inspirációk, a gyerekekből, az apró szituációkból elcsipett kincsek vagy szépségek, amiket próbálok képen megfogalmazni, illetve ezt a vonalat nagyon szeretem, ez egy kicsit ilyen meditatívabb irány nekem, az akvarellnek, meg a vizes festéknek ez a lendülete, kicsit ellensúlyozva ezekkel a geometrikus formákkal, amiket így a vízben így elrejtettem. A víz, meg a fémnek ez a találkozása. A Rómer Múzeum díját Varga Gyöngyvér Amala üvegművész kapta. Két üvegképen szerepel a kiállításon, a Goodbye és a Peace című. Hát az alkotásaimban a hagyományos képalkotást és a digitális technológiát ötvözöm. A festett üvegképeimet nyomtatással jelenítem meg a transzparens üveg felületén, és ezekből rétegképeket készítek. A megnyitón adták át a frissen alapított év alkotó tanára díjat is, amelyet a 15 éves Art 9000 Egyesület hozott létre. Az elismerést Németh Attila rajztanár vehette át. A kiállítás november 9-ig látható, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között a Magyar Ispitában.